Az Európai Unió segélyprogram keretében a harmadik élelmiszercsomagosztás valósult meg városunkban. 160 szociálisan rászoruló dunaszerdai családnak 300, egyenként 30 euró értékű, 25 féle tartós élelmiszert, egyebek között lisztet, cukrot, tartós tejet és konzerveket tartalmazó csomagot készített elő a Katolikus Caritas. Ennek a felét vették át a rászorulók, a többit október 4-én 10 órától kaphatják meg a Caritas Bacsák utcai központjában. Az idén eddig közel 4000 segélycsomag talált gazdára a dunaszerdai járásban. Az utolsó osztás november elején lesz. A program jövőre folytatódik és 2020-ig tart. A 17. Csallóközz gyümölcse terménykiállításnak hagyományosan a vidékfejlesztési szakközépiskola adott helyet. A dunaszerdahelyi hobbi kertészek terményei mellett Nagymegyerről, Légről, Ekecsről, Vásárútról érkeztek gyümölcs- és zöldségfélék. A nagytermelők 67 mintát küldtek be. Összesen 377 féle termény került az asztalokra. 122 alma, 24 körte, 22 szőlő, 21 paprika és 9 paradicsomfajta. A zsűri 26 elismerő oklevelet osztott ki. A Természet körülöttünk gyermekrajz verseny 92 munkájából 17-et díjaztak. A kiállítás almáiból 60-at továbbítanak a legszebb alma címért meghirdetett országos versenybe. Gavár Ségár dunaszerdahelyi képzőművész 20-nál több olajfestménye volt látható a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban. A mindössze 2 éve alkotó festő az idei képzőművészeti spektrum versenyen robbant be a köztudatba, ahol 2 díjat is szerzett és megnyerte a kerületi fordulót is. Szemet és lelket gyönyörködtető, élethű festményei az úgynevezett megarealizmus stílus jegyében születtek. A Fények és Árnyékok című válogatott tárlaton finom pasztelszínekkel jeleníti meg a témáit, mint a ropogós cseresznye, büszkeló, fénylő gyümölcs, ragyogó napraforgó és mások.